Jó estét kívánunk Mannheimi stúdiónkból. A következő panasz érkezett be hozzánk. Vajon kik állnak a meghátráló hivatalok hátterében? Két nővér egymásról teljesen függetlenül, mégis egymással teljesen egybehangzóan számolt be gyerekkorukban átélt sátánista tapasztalataikról. Gyerekrontásról és a legundorítóbb gyilkosságokról van itt szó. De ugyanazok a hatóságok, akik a legkisebb fenékreverés miatt törvénnyel rángatják, és pénzbírságra és kényszerzárkára ítélik az ártatlan szülőket, már akkor is, ha gyerekeik lelkiismereti okokból megtagadják az iskolai szexuális felvilágosító, valójában pornó órán való részvételt, ugyanazok a hatóságok az alábbi megdöbbentő tanúvallomások hallatán meg sem mozdulnak. Az alábbiakban az egyes és kettes számú tanút szólaltatjuk meg párbeszédes formában. A tanúvallomások két lánytestvértől származnak, akik a sátánista visszaélések miatt több mint 10 éve külön éltek, és egymástól teljesen függetlenül nyilatkoztak. Az egyes számú tanút, kettőjük közül az idősebbet, rituális módon teherbe ejtették. A most következő tanúvallomásokat YouTube-on a következő címen nézhetik meg, Hölenleben ritueller Missbrauch. Most pedig halljuk a tanúkat. Egy orvos beindította a gyermekem megszületését. 10 éves voltam a nővérem terhessége idején. Volt a sarokban egy birkaszőr fekvőhely, amiről megtudtam, hogy mások is hoztak ott már virágra gyermeket. Míg aztán egyszer csak én kerültem sorra. És akkor aztán le kellett nyelnem egy darabot a placentából. Megszülte a gyereket. Közben senki sem segített neki. Teljesen egyedül kellett végigcsinálnia, és a végére teljesen kikészült. Engem többek között a saját anyám is a vállamnál fogva tartott. Végig kellett néznem. Azért is, hogy megtudjam, hogy esetleg mi vár még majd rám is. Hogy tudassák velem, hogy úgy sincs semmi esélyed. Emlékszem még rá, hogy járni se tudtam, és hogy folyt le a vér a lábamon, meg ilyenek. Még a magzatburkot is felhasználták valamire. Aztán a méhlepény is kijött, és akkor injekciókat kapott, hogy fel tudjon állni és járni tudjon. Aztán egy kámzsát húztak rá, és egy másik terembe folytatták. És akkor ott feküdt a gyerek, sírva. Az összes csuklyás körülállta a gyereket. Szavak nélkül ritmikusan énekeltek, hangosan, halkan, meghatározott hanglejtéssel. Meg kellett ölnöm a gyereket. Annak ellenére, hogy saját magam is alig bírtam állni, vagy járni, vagy bármit is tenni. Akkor jött Andje kámzsában. Lehetett látni, hogy folyt a vére, és nem segítettek neki semmiben. És akkor ott állt a kisbaba előtt, ebben a pillanatban a tanú elkezd sírni, és szúrnia kellett. Felszólítottak rá, vezették a kezemet. Egy bizonyos rituális kést kellett hozzá használnom, amit Atermének hívtak. Jött a főpap, ő nyomta a kezébe a kést, és ő irányította a kést, neki pedig szúrnia kellett. Bele a szedcsontba. Fel kellett nyitnom a mellkast, szétfeszíteni azokat a puha bordákat, és kivenni a szívet. Kivették a szívét, és akkor Antjénak ennél kellett belőle egy darabot. Aztán beletették ezt a szívet egy tálkába, és mindenkinek, aki az oltár körül állt, ennie kellett belőle egy darabot. A főpap a nővére mögött állt, és ő irányította közben a kezét. Fekete aranyszínű maszk volt rajta. A többieken hegyes csukja volt, a főpapon pedig legömböített csukja volt, és azelőtt pedig ez a maszk. És ő irányította a nővérem kezét a feje fölül, és így irányította a kezével a szúrást. A megbízott államügyésznő, aki kizárólag névtelenül a kamerának hátat fordítva volt hajlandó nyilatkozni, a következő elképesztő módon kommentálta az ügyet. Lehet, hogy megpróbáljuk a vádlottakat, akiket a tanúvallomások alapján ugye ismerünk,
megszólítani, esetleg meg is figyelni. Aztán, ha egyáltalán belekezdünk, akkor már átfogóan fogjuk elkezdeni a nyomozást. De évek óta nem történik semmi, egyáltalán semmi. Ehelyett épp most 2013. szeptember 5-én csütörtökön szakítottak el erőszakkal egy ártalmatlan keresztény szektában élő szülőktől 40 gyereket. Legfiatalabb gyerek épp hogy csak 6 hónapos volt. Időközben világszerte egyre többen nyújtanak be panaszt. Az ő nevükben kérdezzük. Hogy lehet, hogy a sátán és a szektákkal szemben nem járnak el ugyanilyen intenzitással? Drezdai stúdiónk ehhez szolgáltat a témát lezáró brizáns összefoglalót. Jó estét kívánunk!